Magyar Kanizsa önkormányzata sikeres pályázatának köszönhetően 6 millió dinárt nyert a Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium Városok a Fókuszban elnevezésű pályázati kiírásán. Az elnyert összeghez a Magyar Kanizsai önkormányzat további 500 000 biztosított. A tűzgátló függönyt cserélik majd le a következő hetekben. A Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium az idén is kiírta a Városok Fókuszban című pályázatát, melyen tavaly is sikerrel szerepeltünk, tavaly az ülések lettek és a padlószőnyek cserélve a nagyteremben, az idén pedig a tűzvédelmi vasfüggönyünk, az a híres vasfüggöny, amit valamikor a régi tévénézők ismernek, mindig azon jöttek ki utoljára színészek meghajolni. Nos, a mi vasfüggönyünk nem csak a tűzvédelmet szolgálta, hanem arra volt szerelve a CinemaScope mozivászon is, viszont a mozi átalakulása miatt arra már nincs szükség, és sajnos a vasfüggöny a maga több tonnás súlyával igen megviselte a szerkezetet, ezért a mérnökök úgy ítélték meg, hogy ezt a régi monstrumot le kell szerelni, le kell bontani, és ennek a helyére egy új, modern tűzvédelmi függöny fog felszerelésre kerülni. Mindezt támogatta a minisztérium és természetesen az önkormányzatunk is. A Művelődési Tájékoztatási Minisztérium idén 6 millió dinárra járult hozzá a munkálatokhoz. Az összmunkálatoknak értéke 6,5 millió dinár fölött van, és a maradék összeget az önkormányzat adta hozzá. Párhuzamosan a vasfüggöny leszerelésével és az új tűzvédelmi függöny felszerelésével megtörténnek a füstérzékelők, tűzérzékelők felszerelése is, hogy ez a rendszer teljes legyen és szolgálja a biztonságunkat. Tavaly a kényelmet szolgáltuk a pályázatainkkal, az idén pedig a biztonságra mentünk. Az intézmény nem csak a saját szervezésű rendezvénynek, hanem más egyesületek eseményeinek is helyet nyújtott az elmúlt időszakban. Nem lesz ez másként a munkálatok után sem, mondják az illetékesek. A kivitelezési munkálatok idejére a Művészetek Háza szünetelteti tevékenységét, tehát a nagy teremben és a kis színpadon ezekben a hetekben nem tudunk rendezvényeket sem szervezni, sem befogadni. Ehhez a kedves közönség megértését és türelmét kérjük. Ugyanakkor, miután a kivitelezési munkálatok befejeződnek, ugyanúgy gőzerővel folytatjuk a munkát és a rendezvények szervezését mindegyik rendezvényhelyen. Ennek felszerelésével párhuzamosan a füst- és tűzérzékelőket is felszerelik majd.